A tartományi parlament nemzetek közötti kapcsolatok bizottságának ülésén napirenden szerepelt a kisebbségi nyelveken történő felvételi vizsga folyamata. A tartományi határozatot össze kell hangolni a felsőoktatásról szóló törvénnyel, és megtörtént egy terminológiai értelemben összehangolás, és nagyon pici változások vannak. Tehát ami az ombudsman intézményét érdekli, az, hogy a kisebbségeknek joguk legyen fölvételezni az anyanyelvükön, ez a jog megmaradt. Az újvidéki jogi karon is az érdeklődéssel összhangban megszervezik a magyar nyelvű felvételizést más formában, mint eddig. Ugyanis, mint ismeretes, tavaly nem történelemből és anyanyelvből, hanem történelemből és szerb nyelvből és irodalomból kaptak feladatokat a diákok. Az ombudsman értesülései szerint megtörtént a jogi kar statutumának a változtatás olyan értelemben, hogy tehát a kandidátusok ezen túl nem magyar nyelvből tudnak majd fölvételizni, hanem állampolgári jogok ismeretéből. Tehát megtörtént ez, ami szerintünk úgy ítéltük meg, hogy ez egy pozitív előrehaladás, mert véleményünk szerint természetesen ennek a tantárnak sokkal több, valahogy úgy olyan értelme köze van a joghoz, mint mondjuk az irodalomnak. A bizottság ülésén többek között az is elhangzott, hogy csökkenteni kellene a beiratkozási kvótát egyes karokon. A munkaerőpiacon ugyanis felesleg mutatkozik egyes káderekből, azaz sok a munkanélküli szakképzett fiatal. Felmérések szerint Szerbiában a középiskolások mintegy 86%-a iratkozik felsőoktatási intézménybe.